Emberkereskedelem elleni kutatóközpont létesül a Pécsi Egyetem jogi karán. Az erről szóló szándéknyilatkozatot írták alá a rektori hivatalban a felek. A kontraktus szerint a Holland Királyság budapesti nagykövetségével, Magyarország hágai nagykövetségével és a holland rendőrséggel partnerségben valósul meg a projekt. Az eseményen elhangzott, hogy az emberkereskedelem az egyik legveszélyesebb bűncselekmény a társadalom számára, hiszen jellemzően a szervezett bűnözéshez kötődik és kizsákmányolással jár. A projekt vezetője elmondta, hogy nemzetközi szinten figyelhető meg leginkább ez a jelenség. Adja magát, hogy nemzetközi partnerségben érdemes ezzel foglalkozni, illetőleg azt is szeretnénk elérni, hogy elméleti és gyakorlati fókuszú kutatások egyaránt folyhassanak, mert ez hasznosítható lehet az elmélet számára és a gyakorló szakemberek számára is reményeink szerint. A rendezvényen a Holland Királyság budapesti nagykövete felhívta a figyelmet arra, hogy manapság az interneten is megjelenhetnek ilyen bűnszervezetek álnéven vagy anélkül. Mint mondta, sokkal szélesebb körben kell vizsgálódni, mint azt először gondolnánk. Azt hiszem, a privát szektort is be kell vonnunk, hiszen ők is érintettek valamilyen szinten. Ha például a szállodákról beszélünk, ott, ha szabad így fogalmaznom, összegyűjtik a nőket, akiket sokszor prostitúcióra kényszerítenek. A hotelekből szállítják el őket más országokba. Tehát már rögtön két ágazat is érintett, és ebből az emberek illegálisan szerezhetnek pénzt. Az sem elhanyagolható, hogy mivel tiltott tevékenységről beszélünk, adót sem fizetnek ezek az emberek. A partnerek a kutatás minőségének magas szinten tartása érdekében fontosnak tartják az érdekelt felek, így például a bűnüldöző hatóságok és a civil társadalom bevonását is. Cél, hogy az elmélet és a gyakorlat számára egyaránt hasznosítható kutatási eredményeket érjenek el.